A földközi tengeren is özönlenek a migránsok Európába, a Lampedusa szigetére 7000-en érkeztek ezen a héten, ezzel minden korábbi rekord megdőlt. Az olasz miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. A bevándorlók például ezentúl nem mozoghatnak szabadon az országban, hanem a menedékkérelmük elbírálásáig zárt táborokban kell maradniuk. Szinte tapintani lehet a feszültséget Lampedusán, akkora a tömeg, hogy a migránsok már egymást is egyre nehezebben viselik el. A helyi hatóságok azt mondják, már nem tudják ellátni ezt az embertömeget. A befogadó központban nincs annyi hely, hogy mindenki biztonságban, megfelelő egészségügyi körülmények között legyen elszállásolva. Szeméthegyek vannak mindenütt, a migránsok a központ falán átmászva jönnek-mennek, sokan a szabad ég alatt alszanak. Lampedusa központjában és az utcákon tolongnak a migránsok, de valójában már nincs a szigetnek olyan része, ahol ne zsúfolódnának össze az illegális bevándorlók. Az ide érkezettek 90%-a tovább akar innen menni Franciaországba, az Egyesült Királyságba, Németországba, Belgiumba, Hollandiába, Svédországba, Norvégiába, Dániába, mondta annak a szervezetnek a vezetője, amely a migránsok olaszországi elszállításában vesz részt. Lampedusáról szicíliai befogadó központokba szállítják a migránsokat, akik onnan egyszerűen továbbállnak, sokan egyenest a fővárosba mennek. Rómában pedig a központi buszállomáson, a Franciaországba tartó buszoknál gyülekeznek a migránsok, a turistákkal együtt felszállnak a Marseille-be tartó járatokra, így szabadon elutaznak. La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile. Fenntarthatatlan az Olaszországra nehezedő migrációs nyomás, mondta a drámai hangú videó üzenetében pénteken este Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, miután a héten több mint 7000 illegális bevándorló érkezett Lampedusára, megdöntve ezzel minden korábbi rekordot. Mint mondta, világos, hogy Olaszország és Európa nem fogadhatja be ezt a hatalmas embertömeget. Giorgia Meloni úgy fogalmazott, Európában mostanáig a vita kizárólag arról szólt, hogyan lehet befogadni az illegálisan érkezőket, és miként lehet szabályozni a 27 tagállam közötti elosztásukat. Ezzel szemben, tette hozzá, Róma teljes paradigmaváltást szorgalmaz. Az emberkereskedők és a tömeges migráció megállítását, valamint szétosztás helyett a külső határok védelmét. Szükség van egy európai tengeri misszióra, amely akár együttműködhetne is az Észak-Afrikában, afrikai hatóságokkal, hogy megállítsa az illegális indulásokat. Afrikában kell ellenőrizni, kinek van joga a menekült státuszra, és csak azt kell befogadni Európában, akinek ehhez tényleges joga van. Mindezzel párhuzamosan komoly befektetésekkel kell ösztönözni az afrikai gazdasági fejlődést, mondta az olasz miniszterelnök. Giorgia Meloni hozzátette, Olaszország nem tud tovább várni, ezért a hétfői kormányülésen módosítják az illegális bevándorlókra vonatkozó szabályokat. A migránsoknak 18 hónapig zárt táborban kell lenniük, ezekben adhatják be menedékkérelmüket, és csak annak pozitív elbírálása esetén hagyhatják el a tábort. Akik pedig nem kapnak menekült státuszt, azokat kitoloncolják. Egyelőre azonban nincs elegendő hely. A védelmi tárca feladata lesz új táborok létesítése a kevésbé lakott, jól ellenőrizhető térségekben. Olaszországba idén eddig 126 ezer illegális bevándorló érkezett, kétszer annyi, mint tavaly ugyanebben az időszakban.